Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibet támogatásával a 10 legrosszabb döntést hoztuk el nektek a sportvilágából. Ehhez a listához megnéztük, hogy pár szerencsétlen döntés mibe került az adott csapatnak és vagy játékosoknak. Azonban ezeknek valóban a sporthoz kell kapcsolódniuk, és nem elég, ha egy sportrendezvényen történt esetről van szó. Emiatt olyan történések, mint Rosén Bár érdekes amerikai himnusz előadása most nem kerültek fel. Egy másik listára azonban biztos elférne. Tizedik, műkorcsolya baklövés. David, what was your first thought when the numbers went up? It was like a punch in the stomach. A 2002-es téli olimpián Oroszország aranyérmes lett a páros műkorcsolyában, sokakat meglepve ezzel, köztük az ezüstérmeseket is. Jamie Seale és David Pelletier Kanadából olyan előadást raktak össze, ami miatt sokak szerint aranyérmet érdemeltek volna. Amint bejöttek a pontszámok, azzal együtt a panaszok is megérkeztek, és a bírákat azzal vádolták, hogy megbundezták az egész versenyt. Ez megerősítést nyert, amikor egy francia bíró a szállodájában összetörve bevallotta, hogy a francia korcsolyázó szervezet vezetője nyomást gyakorolt rá, hogy magasabb pontszámot adjon az oroszoknak. She just came running over and said, "Sally, Sally, you must help me. I wasn't right. The Canadians were better." Ezután az oroszok és a kanadaiak egyaránt megkapták az aranyérmet. They could see that we made absolutely no mistake, and it has to be that picky when two skaters do skate well, and they definitely did make a mistake. 9. Patrick Roy vs Mario Tremblay. Bang bang, 8-9 goals. I didn't have any choice then, and I know that. He was mad. Nem volt a legjobb estély a Montreal Canadiensnek 1995. decemberében. A csapat a Detroit Red Wings ellen szenvedett. Ez azonban egészen másképp is alakulhatott volna. Köztudott volt, hogy Patrick Roy a kapus és az új edző, Mario Tremblay nem éppen puszipajtások, de ez a rossz viszony kiéleződött, miután Tremblay megvárta, amíg Roy 9 gólt engedt be, mielőtt kapust váltott volna. Tremblay erőfitoktatása hozzájárult a Canadiens történelmének legnagyobb hazai vereségéhez. A Montreal nem sokkal később elveszítette sztárkapusát, Roy pedig további 2 Stanley kupát nyert a Colorado Avalanche játékosaként. It's not easy, and it's too bad how this war situation came out. 8. Gretzkyt lecserélik. Is this the toughest moment in your hockey career? Well, say the least, we're devastated. Ez az 1998-as Naganoi téli olimpián történt, és a jégkorong elődöntőben Kanadának szétlövésekkel kellett Csehországgal eldönteni a meccs végét. Annak ellenére, hogy előbbi egyértelmű favorit volt a mérkőzés megnyerésére. De még volt remény. Kanadában több sztárjátékos is volt, köztük a nagy Wayne Gretzky. Nem is volt ezek után opció, hogy elveszíthetik a szétlövést, igaz? Nos, ismeretlen okokból az edző Mark Crawford nem jelölte Gretzkyt a szétlövésre. A rendkívül megkérdőjelezhető döntés miatt Kanada elveszítette a meccset, és a 4. helyet szerezte meg az olimpián. Soha nem mondták el, és azóta sem derült ki, hogy mi volt Crawford döntésének a pontos oka, azaz miért ültette le Wayne Gretzkyt a padra. And I feel so sorry for Gretzky. You know, you can almost see it in his eyes. This is it for me for the Olympics, and it's sad. 7. A döntés. What's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. 7 szezon után a Cleveland Cavaliers játékosaként LeBron James úgy érezte, itt az ideje, hogy máshova vigye a tehetségét. James azonban azt állította, hogy bejelentése akkora lesz, hogy megérdemli a saját tévésávját. Ezért 2010. július 8-án a döntést élőben közvetítette az ESPN. A játékos elmondta a világnak, hogy a Miami Heathez csatlakozik, de igazából a csapatválasztása nem volt kérdéses. Viszont a rendkívüli műsor által generált túlzottan magas hype-nak köszönhetően sok rajongó rosszá ízzel fogadta, és utána hihetetlenül önközpontúnak tartották LeBron James-t. I just want to say that I'm a big LeBron fan, and this is the worst thing that could have ever happened to me. 6. A Pete Rose botrány. The banishment for life of Pete Rose from baseball is the sad end of a sorry episode. Pete Rose-nak baseball legendának kellene lennie. Számos rekordokat döntő bravúrral a zsebében, az MLB történelmének egyik legjobb ütőjeként vonult vissza. Az 1989-es szerencsejáték botránya miatt azonban ez sohasem lehetett így. Rose-t rajta kapták, hogy a Cincinnati Reds játékaira fogad, miközben a csapat menedzsere volt. Ennek eredményeképpen véglegesen alkalmatlannak tartották a baseball hírességek csarnokához. Az ütőkirály Rose döntései és a látszólagos szerencsejáték függősége örökre tönkretette az örökségét. Why would you, the cardinal rule of no betting? I don't know. I was stupid. I made mistakes. 5. Az MLB szteroid korszaka.
I did not vote for him, and it's funny, you read off those numbers. I don't even need to know what those numbers were, because he was that good. One of those guys you looked at and said, that's a Hall of Famer. Az 1990-es évek során a Major League Baseball gyenge szankciói a szteroidok használatával szemben őrülten magas statisztikákhoz vezettek az egész bajnokságban. A teljesítmény növelő gyógyszerek használata miatt egyes játékosok sokkal több hazafutást ütöttek a korábbi átlagokhoz képest. És nem is volt fokozatos a változás. Az 1995 és 1996-os szezon között 4-17 hazafutásról 40 pluszra emelkedett a szám. Ezeket a rendkívüli számokat a szteroidok okozták, amelyekben Barry Bonds és Mark McGwire is benne voltak. Ez egyesek számára hosszú távú eltiltáshoz vezetett, mások számára pedig súlyos egészségügyi problémákat okozott. To me, Bud Selig, he'll be defined by how this era is viewed by history. Negyedik, Zidane fejelése. A Franciaország és Olaszország közötti 2006-os VB döntő hosszabbítása során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a sztárjátékosra, Zinedine Zidane-ra bizony szükség lesz az esetleges büntetőpárbaj során. Marco Materazzi, az olasz középhátvéd számos sértése azonban Zidane-t az olasz lefejelésére késztette, akit ezért le is küldtek a pályáról. A mérkőzés büntetőkkel fejeződött be, ahol Zidane minden bizonnyal hatással lett volna a francia gólokra. Ehelyett vereséget szenvedtek Olaszországtól. Zidane nyilvánosan elmondta, hogy nem tudott volna együtt élni önmagával, ha nem küldték volna le a pályáról. Harmadik, egy yardra a győzelemtől. Az óra lejártával a 49. Super Bowl során a Seattle Seahawks közel került ahhoz, hogy legyőzze a New England Patriots-t, és ezzel két egymást követő évben megnyeri a bajnokságot. Csak annyi feladatuk maradt, hogy a labdát egy yarddal az endzónon belülre juttassák. A Beast Moddal, azaz Marshall Lynch-el az oldalukon úgy tűnt, hogy a Seahawks szinte biztosan futni fog és megnyerik a mérkőzést. Az események megdöbbentő fordulatában azonban a Seattle úgy döntött, hogy inkább megpróbálnak passzolni. Ez oda vezetett, hogy Malcolm Butler lehalázta a paszt, és a New England megnyerte a Super Bowl-t. It's gotta be one of the dumbest calls in Super Bowl history. Második, Sam Bowie Michael Jordan felett. Sam Bowie was really good. But by the time they drafted him, he'd missed two full years, he'd been redshirted twice. To me, it's more of a what if. Senki sem láthatja a jövőt, de a múltban nagyon könnyű ott ragadni. Különösen, ha a Portland Trailblazers vagy. Az 1984-es NBA draft során a Portland választhatott másodikként, és Sam Bowie-t választották a Kentucky Egyetemről. A harmadik választás során azonban a Chicago draftolt egy bizonyos Michael Jordant. Bowie tisztességes játékos volt, de karrierjét számos sérülés sújtotta, így a rossz döntés borítékolható volt, azelőtt mielőtt láttuk volna, hogy Jordan mit csinál a pályán. Ő volt, és talán még ma is ő a legnépszerűbb játékos valaha a kosárlabdázás történelmében. How could people not see this at the moment? You gotta be kidding me! Who passes up this guy? Mielőtt felfednénk az első helyezettünket, íme néhány vigasz díjas. Jim Lampley, who called the fight for HBO, came over to me, Bernardo, at ringside after the fight, looked at me and said, in 30-something years of calling fights, the single worst decision that he'd ever seen. Remember, he called fights like Holyfield, Lewis won. We are here today because union leadership refused for more than a year to make any kind of proposal whatsoever. A flare in the center field. Walker won't get it. The base running of Matsui. He comes home. Nobody covers second. Tie game. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen heti 5 nap kerül fel új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis haranggombot is, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Chris Humphries elveszi Kim Kardashiant. In accord with the laws of the state of California, I pronounce you husband and wife. Chris, you may kiss your bride. Csak vicceltünk. Első, Babe Ruth, a franchise gyilkos. New York never was able to beat the Red Sox before this. The Red Sox could never beat New York after the sale either. A mai napig az egyik legnagyobb játékosként tartják számon a baseball történelmében Babe Ruthot. Ő egyben valószínűleg a legnagyobb lopása is volt a New York Yankeesnek, ártól függetlenül. Miután a legendát felfuttatták Bostonban, 1919-ben eladták New York ismertebb csapatának. Ez az üzlet volt a kezdete a Bambino átkának. Ruth lelépése után 4 World Series bajnoki címet is sikerült szereznie, míg a Red Sox egy 86 éves bajnoki szünet korai szakaszába lépett. Ruth nem csak rengeteg dicsőséget hozott New York városának, de Bostonból való távozása a sport egyik legnagyobb rivalizálását is táplálta. Ari Frazee was sitting in a taxi and he was bragging that he'd sold Ruth and the cab driver slammed the brakes, pulled him out and punched him in the nose.
Titeket milyen rossz döntés bosszantott fel, különösen a sportvilágából? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!